A voltari, ez meg sem történhet. Első rész. A férfi mozdulatlanul feküdt a széles ágyon. A fémernyős éjjeli lámpa ragyogó fénybe borította az arcát, a szoba többi része azonban homályban maradt. Az éjjeli szekrényen lévő hamutartó tele volt csikkel. Az ébresztő óra sárgán floreszkáló mutatói a négyhez közeledtek. Már szinte hajnalodott, de a férfi nem aludt. Mozdulatlanul feküdt egyenletesen lélegzett, tökéletesen nyugodt volt. A cigaretta tövig égett. Oda sem pillantva nyomta el a csikket a hamutartóban. Aztán épp csak a fejét mozdítva egy pillantást vetett az órára. Négyet mutatott. Egy árva hang sem hallatszott. A vastag függönyök kizárták az ablakok mögötti mozdulatlan szobából a hajnali világot. A bőrönd útra készen állt a sarokban, előtte kulcsra zárt irattáska. Kabátja főső zsebében az útlevél és az úti csekk. A férfinak már csak pár órája maradt alvásra, ám az álom csak nem jött. Sok minden magyarázhatta ezt, például a legutóbbi pár nap izgalmai. Meg aztán fél éjszakába is beletelt, mire mindent rendbe összekészített az útra. A nemzetközi helyzet feszültsége miatt még az is kérdéses volt, hogy sor kerül-e egyáltalán az utazásra. Hiszen ha a feszültség fokozódik, az adott helyzetben aligha képzelhetők el sikeres kereskedelmi tárgyalások. Így aztán kénytelen volt bizonyos óvintézkedéseket is tenni, még ebből az egy hétnél hosszabbra semmiképp sem nyúló úttal kapcsolatban is. Minden esetre úgy tervezte, hogy a hétvégét Aténban tölti. Aténban vagy Budapesten? Budapesten barátai is voltak. Csendesen és egyenletesen lélegzett. Érzékei azonban éberen lesték a rebbenő neszeket is, és egy pillanatra a szívverése is elállt, valahányszor autó fékezett a ház előtt, vagy a liftajtó óvatos csukódását hallotta a lépcsőházból. Percről percre éberebb lett, de akarata minden erejével megpróbálta kiűzni magából a várakozás jól ismert érzését. Senkire és semmire nem akart többé várni. Nem érdekelte semmi, minden mindegy volt már. Eltette a cigarettát, amelyre épp rá akart gyújtani. Fölkelt, belebújt a köntösébe, és átment a dolgozó szobába. Villanyt gyújtott. Leült az üres íróasztalhoz, és szórakozottan nyitogatni kezdte a fiókokat. Mindegyik dugig volt papírokkal, levelekkel, számlákkal, mind teletönve nyugtákkal, katalógusokkal, okmányokkal, különféle szerződéstervezetekkel, jelentésekkel. Két marokra fogva kiemelt a legfőső fiókból egy halom papírt, és módszeresen rendezgetni kezdte az asztalon. A papírhalom egy része valamikor a maga idejében fontos volt számára, értékes és megőrzésre méltó. Néhányra viszont már egyáltalán nem emlékezett, miért is gondolta úgy akkoriban, hogy meg kell őriznie őket. A lába közé fogta a papírkosarat, majd sorra vette az iratokat egyiket a másik után. Ketté tépte őket kétszer is, aztán bedobta a papírfecneket a kosárba. Az írományok közt akadtak levelek, akadt számtalan összefűzött tagdénynyugta. Tépdeste őket egy darabig, aztán fölnyalábolta a maradék haszontalan papírhalmaszt, és belevágta az egészet a kosárba. Így tett a második fiók tartalmával is, épp csak arra vetve egy futó pillantást, ami fölül volt. Két fiók ürült ki így módon, játszik könnyedséggel, és a férfi meghökkenve gondolt arra, vajon miért nem fogott hozzá ehhez a tisztogatáshoz már évekkel ezelőtt. Igaz, soha semmire sem volt ideje, de most valahogy hirtelen másképp látta a dolgokat, hiszen ezek közül a papírok közül egy sem akadt, amely érzelmileg egy kicsit is érintette volna. Haszontalan papírok voltak csupán egytől egyig, Egyetlen szavuk sem ébresztett benne emléket, egyik sem támasztott szívében reményt. A legalsó fiókhoz nem nyúlt. Hátradőlt a széken, és pillantásával szórakozottan cigaretta után kutatott. A lába fázni kezdett. Hajnalt állt, a fűtés leállt, és még benne voltak a térben. Aztán hirtelen hangtalanul fölugrott. A bejárati ajtó kinyílt, majd becsapódott. Pár bizonytalan lépés koppant. Valaki támaszt keresve a ruhafogasba kapaszkodott, suttogás hallatszott, majd valaki fölnevetett. A férfi kiegyenesedett. Szíve vadul dobogott, majd szétvetette a melkasát. Érezte, hogy kar és lábizmai puhák, ernyedtek. A túl sok ülőmunka, a sok bőséges ebéd, a sok-sok hánykolódva átalott éjszaka. Nyugalma elszállt, hasizmai remegni kezdtek, mintha önálló életre keltek volna. Tett egy lépést az ajtó felé, de nyomban meg is állt. A bejárati ajtó ismét megnyílt, a biztonsági lánc bizonytalanul a helyére csapódott. Az éjszaka csendjében minden hang fölerősödött. Aztán föltárult az ajtó, és a hall bántóan éles fényében megjelent a felesége. Görcsösen kapaszkodott az ajtó félfába. – Te még mindig nem alszol? – Kérdezte teljesen fölöslegesen, láthatóan, gondosan formálva, minden nehéznek tűnő szótagot. A festék elkenődött az arcán. Mellén viharverten lógott a virág, estei ruháján egy folt égtelenkedett. A férfi hosszan nézte. Az átható pillantás zavarta az asszonyt. Elengedte az ajtófélfát, a karos szék felé botladozott, belevetette magát, hátradőlt. Aztán nevetni kezdett, ernyetten tapogatva a homlokát. El se hiszed, milyen remekül éreztük magunkat, csacsokta. Milyen kár, hogy nem tudtál eljönni de megünnepeltük a te utadat is, mert beszéltünk ám rólad. Mindenki megígérte, hogy törődik majd velem, amíg távol leszel. Ajjaj, megint elszakítottam a harisnyámat az autóban. A férfi figyelmesen nézte. A nő tekintete réveteg volt, és az egyik fülbevalója hiányzott. Mit nézel olyan merően? tapogatta a nő az arcát. Ó, biztosan iszonyúan nézek ki, csak nem haragszol. Na, ne légy nevetséges. Úristen, de unalmas vagy megyek és lefekszem. A férfi nem szólt egy szót sem. Kezét köntöse zsebébe sűjesztve, fásultan mosolygott. A nő fülállt, igyekezett egyensúlyba jönni, aztán óvatosan lépkedve, csupasz hátát fordítva a férfi felé, kiment. Az ajtót kissé nyitva hagyta. A halból áradó fény kihúnyt, és derengő fél homály borult a szobára. A férfi mereven állt, a lába fázott. Aztán megfordult, az íróasztalhoz lépett, szórakozottan leült, és kihúzta a legalsó fiókot. Tartalmát kiborította az asztalra. Volt ott minden. Hatalmas erdőségekben levő régi-régi munkahelyek, működési bizonyítványok, egy gyönyörű nyomású, dátummal ellátott étlap. Erről eszébe jutott győzelmeinek egyike, és most képzeletében megpróbálta úgy felidézni az évek folyamán túlságosan is ismerté vált arcokat, mint amikor először látta őket. Éber figyelemmel régi önmagaként nézte ezeket az arcokat, és nem mindegyik iránt érzett szeretetet. Volt ott néhány túlságosan életerős, túl pirosposgás, túl mohó és számító arc. Később azonban megtanulta szeretni ezeket is. A papírok és levelek közül fényképek hullottak ki. Köztük volt az esküvői képük. Bíráló szemmel, szemtelenül nézte, és egy csepp lehangoltságot sem érzett. A lába még mindig fázott. A felesége nagyon szép volt a képen, termete karcsúbb, mint most, tekintete szelídebb. A múló évek megvastagították a finom arcvonásokat. A beleivódott púder elnyűtte a bársonyos bőrt, de a válla és a lába most is épp oly csábító volt, mint annak idején. A férfi arca most megkeményedett. Két levél közül kicsúszott az asztalra, egy kis amatőr kép. Ő csinálta évekkel ezelőtt. Szikrázó homok a parton, a gyerek ott játszik. Nála a kis játékvödre és lapátja. Volt egy másik kép is. A gyerek aludt rácsos ágyacskájában. A halvány, fakó, kis piros sejemszalag, amely egykor a vékony szálú gyerekhajat összefogta, szíven ütötte. Előrőtlenedett ujjakkal simítgatta végig de aztán egy hirtelen mozdulattal félredokta egész eltemetett életét, visszalökte a papírokat és fényképeket a fiókba, ráfordította a kulcsot, és villámgyorsan az ajtó felé fordult, nehogy rajta üthessen az ellenség. A feleség állt az ajtóban. Letisztogatott, fénylő arcán az alkoholmámor pírja ragyogott. – Megyek lefeküdni, te nem jössz? – kérdezte hívó hangsúlyjal – Békülni akarón, mint egy érezve, hogy valami nincs egészen rendben. A férfi a fejét rázta, és egyenesen a felesége szemébe nézett, mélyen a szemébe, amely azonban üres volt, csak békés közömbösséggel nézett vissza. Köszönöm, mondta a nő, úgy is holtfáradt vagyok, itt helyben el tudnék aludni, azonnal. Kinyújtoztatta a derekát, és ásított, majd szórakozottan merett mesztelen lábára. De ha szeretted volna, hisz reggel elutazol, aztán kelts föl, mielőtt indulsz. Miért? kérdezte a férfi. Szája sajogott a szárasságtól. Túl sokat dohányzott. Hát csak, hogy ásványvizet hozzá nekem. A nő gyanakodva pillantott rá. Csak nem vagy beteg? A férfi megrázta a fejét, fáradtan, de egészen barátságosan mosolygott. Hát akkor jó ét, mondta a nő. Hoz nekem valami kis meglepetést Berlinből nem állok meg Berlinben, jegyezte meg a férfi kisé bizonytalanul. Talán esetleg visszafelé. Tette hozzá gondolatban. Hát akkor Bécsből, mondta az asszony unottan. Ne lovagolj a szavakon. Jó ét! Aludj jól, mondta a férfi minden gúny nélkül. Őszintén kívánta. Nem irigyelte a felesége másnapját. Amikor visszajött a fürdőszobából és a nyakkendőjét kötötte, a tükörből egy idegen, gyűlöletes arc nézett rá. Torkig volt ezzel az arccal. Fölemelte a padlóról a bőröngyét és az irattáskát, végigjáratta a szemét a fényűző bútorokon, és egész valóját átjárta a tudat, hogy soha nem szeretett itt lenni. Tudta, hogy ha elmegy, a legparányi vágyat sem érzi majd utána. Kész volt az indulásra. Megcsömörlött mindattól, amit hosszú évek alatt szerzett magának annyira elege volt mindabból, amit a magáénak mondhatott, hogy az út, az utazás bárhová a világon a legfőbb jót jelentette számára. Olyan volt számára az út, mint a rabnak a szabadulás.